A következő műsorszám megtekintése 12 éven aluli nézőink számára nem ajánlott. Sok szeretettel köszöntöm a Győr Plusz televízió nézőit, ez itt a Vészkiárat, ifjúságvédelmi magazinműsorunk, ahol hétről hétre olyan témákat feszegetünk szakértők segítségével, amik bizony sokszor tabu témának számítanak. A mai témánk az kifejezetten egy ilyen téma, méghozzá a szexuális nevelés és egészség témája. Nagyon sokszor az a tapasztalat, hogy a szülők nehezen beszélnek erről a témáról, pedig hát az életünk része. Egy kiváló szakember segítségét kértem a mai témához. Sósné dr. Kis Zsuzsanna ül velem szemben, aki védőnő, családterapeuta, habilitált egyetemi docens, a Széchenyi István Egyetem védőnő szakirány felelőse. Szervusz, Zsuzsa! Szervusz, Orsi! Nagyon szépen köszönöm a meghívást, és valóban igaz az, hogy ez tabu témának számít sajnos a szülők körében, de mindenkinek előtt hadd köszöntsem a Győri Plusz TV minden nézőjét, és főként a témában érintett 7-14 éves korosztályú gyermekeket, szüleiket, nevelőiket, és minden a témát kedvelő, vagy a téma iránt érdeklődő nézőt. Köszönöm szépen, hogy itt vagy, és köszönöm szépen, hogy együtt feszegetjük ezt a tabut, amiről én meg vagyok győződve, hogy nem szabadna, hogy tabu legyen, hiszen a szexualitás az életünk része, a Jóisten így teremtett meg bennünket, hogy ez része a mi egészséges életünknek, és olyan érdekes, hogy sok szülő ódzkodik attól, hogy erről a témáról beszélgessen a saját gyerekével, pedig hát az egyik legfőbb dolog lenne az, hogy az életre úgy készítsük fel, hogy tudatában legyen ezeknek a dolgoknak. Nagyon fontos tehát a szexuális nevelés a 7 és 14 éves korosztály számára is. Milyen változások zajlanak ebben a korosztályban? Tehát így felsorolnád körülbelül, hogy akár 0-tól 14 éves korig milyen folyamatokban van részük ezeknek a gyermekeknek, meg hát mindenkinek, aki ugye megszületik erre a világra. Igen, ahhoz, hogy tudjuk azt, hogy hogyan kell nevelni a gyermeket, hogyan kell témát választani az adott korosztálynál, mindig tudnunk kell az alapokat, hogy az adott életkorban milyen fejlődési jellemzők láthatóak a gyermekeknél. Ugye ezt a 7-től 14 éves korosztályt mi most egy egységes iskolás korosztályként definiáljuk, így beszélünk róluk, holott szakmailag el lehet mondani, hogy ez egy három különböző periódusra bontható. Ugye az óvodáskor után következik a kisiskoláskor, ez az első, második, harmadik osztály, utána következik a prépubertás, ugye a pubertást megelőző idő, ez is 2-3 évet ölel magába, és ezután jön a kifejlete, az általános iskola vége felé indul, ugye a pubertásnak a korszaka, vagy kamaszkornak is nevezzük ezt az időszakot. Ha az egészet tekintjük, az egész iskolás korosztályt, akkor azt mondjuk, hogy ez egy nagyon fontos életszakasz a gyermekek és a szülők életében is, mert az óvodáskort köti össze a középiskolás korral, és ugye ezen időszakban bizonyos fejlettségi szinteket, testi, lelki, szociális fejlettségi mutatókat el kell érni ahhoz, hogy azt mondjuk, hogy a gyermek egészséges. Így például szülők, ugye hozzátartozók, kívülállók nagyon sokszor mondják, hogy az óvodás gyerek milyen kis aranyos testalkata van, előre domboró pocakja, rövid végtagjai, ugye a feje még a testarányai tekintetében nagyobb, és ugye ez elindul, ez a változás a kisiskoláskorban, a prépubertásban, majd a pubertásban. Ugye a kisiskoláskor egy viszonylag könnyedebb időszak, kicsit megnyúlnak a gyermekek, az iskolába kerüléssel számos új szabállyal kell nekik megismerkedni, azután a prépubertás,
korosztályban már ugye a pubertás előkészítése zajlik, tehát a pubertáskor előkészítése, ami azt jelenti, hogy elkezdenek lassan működni a szervezetben a hormonok, a nemi hormonok, és a szervezet előkészül arra a folyamatra, hogy majd ugye lányoknál elindul a menstruáció, a női érés, fiúknál pedig elindul például a férfiasodásnak, ha elindulnak a férfiasodásnak a jelei, tehát először, amit tapasztalnak a szülők és a gyerekek önmagukon, az ugye az, hogy a fanszőrzet elkezd nőni, hónajszőrzet elkezd nőni, a kislányoknál a mellben a zsírszövet és mirigyállomány növekszik, de ezt megelőzően még ugye a mellbimbók elkezdenek pigmentálódni, barnulni, tehát lesznek külső jelei, amit a gyermek és a szülő is észlel majd a gyermeken, és hát a kifejlete az a serdülőkor. Szakmailag azt mondjuk, hogy lányoknál akkor beszélünk a serdülőkor kezdetéről, amikor az első menstruáció, havi vérzés néven is szoktuk emlegetni, megjelenik. Ugye a fiúknál meg a magömlés, éjszakai merevedés, magömlés, és ezt követően kialakulnak ugye a külső nemi jellegek, ugye észre lehet venni, hogy a lányoknál ugye zsírpárnák rakódnak fel, főként a medence környékére, a fiúk inkább izmosodnak, és a válluk lesz szélesebb. A hang elkezd mutálni a fiúknál, ez a hangszalagok megnyúlásából, vastagodásából adódik, a gégefőjük nagyobb lesz, tehát hogy számos külső változást tapasztalhatunk, és hát ami a leginkább így a témánkhoz kapcsolódó, lányoknál ugye a menstruációk megjelenése, ami azt jelenti, hogy gyakorlatilag a havi nemi ciklus beindul náluk, és 28 naponta a két petefészekben megérik egy petesejt, ami akár alkalmassá is válhat, ugye, ha hímivar sejtel találkozik, hogy megtermékenyüljön, és ugye ilyenkor ebből lesz majd a kisbaba, de hát ez nem ennek a korszaknak, nem ennek az időszaknak a feladata egyáltalán, ez kitolódik, de ugye magával a menstruációval foglalkozni kell, fel kell készíteni a kislányokat, hiszen hogy ha ugye ilyenkor a méhnyálkahártya nincs megtermékenyítés, és nem történik megtermékenyítés, akkor lelőködik vérzés formájában, és ha erről nem tudnak a kislányok, hogy ez fog történni velük, akkor ugye ez ijesztő dolog is lehet, ugye ha vérzik a kezünk, az orrunk, az egy nem jó élményt jelent számunkra, és ezek az élmények összekapcsolódhatnak ugye a havi vérzéssel, holott az egy nagyon egészséges dolog, az élet természetes része, az a kislány, aki egészségesen fejlődik, annál a menstruáció ugye jelentkezni fog, hogy mikor, ugye ez egy külön kérdés, mert genetikailag is befolyásoló tényezők vannak, ugye ki milyen éghajlaton él, vagy a tápláltsági szinttől is függ. Azt mondjuk, hogy 11-12 évesen menstruálnak ma a magyar kislányok általában, de van, akinél kicsit korábban jelentkezik, van, akinél később, tehát ez nem egy kőbevésett dolog, de biológiailag azt lehet mondani, hogy az érés a kamaszoknál sokkal hamarabb következik be napjainkban, mint az előző generációkban. Ugye felmerül a kérdés, hogy a szülőnek és akár a pedagógusnak milyen szerepe van abban, hogy kellőképpen felvilágosítsa, vagy elmondja a gyereknek, hogy melyik szakasz mivel jár, és a gyereket ne éri ez váratlanul. Tehát ennek pont ez a lényege, hogy előre kommunikáljuk, hogy mi fog történni. Igen. Tehát amikor szülővé válik egy szülő, tulajdonképpen sokan nem tudják, de van egy törvényünk, ami a gyermekvédelmi törvény, ami előírja azt, kimondja azt, hogy minden szülőnek kötelessége a gyermeket testi, lelki, erkölcsi, szociális jólétét segíteni nevelés útján. De ugye nagyon sok szülő bátortalan ebben a kérdésben, hogy hogy is történjen ez a nemi neveléssel kapcsolatosan. Ugyanez a törvény kimondja azt, hogy a szülő a neveléséhez kérhet, és kell, hogy kapjon segítséget.
Tehát a nevelési kérdésekben nem profik a szülők, ezért a szakemberekhez lehet fordulni, hogy segítséget kapjanak ebben. És szerintem ez egy nagyon fontos pont, hogy abban az esetben, ha a szülő nem érzi magát úgy, hogy ő tudásában, készségeiben, a tudás átadásának módjában biztos lenne, akkor segítséget tud kérni szakemberektől, hogy ez hogyan történjen. Ugye az iskolában a pedagógusokkal más a helyzet, mert nekik kötelező jelleggel bizonyos tantárgyak esetén, hogy az embertanban, az emberrel foglalkozó témakörökben, biológia órán és egyéb órákon, ugye erről beszélniük kell. Nincs választási lehetőség. Ugye amit az orvostudomány mond erről az életszakaszról, a biológiai fejlődésről, érésről, ebben a pedagógusoknak biztosnak kell lenni, biztos tudással kell rendelkezni, és az átadás módját is tudniuk kell, hiszen a képzésük során fel vannak erre készítve. Amit még hozzá szeretnék tenni, hogy nagyon jó lenne az, és nagyon sok pedagógus biztos él azzal a lehetőséggel, hogy nem csak biológiai órán, vagy embertannal foglalkozó témákban tanítja a gyerekeket erre a témára, hanem kiválóan alkalmas az érzelmi nevelésre, például az irodalom óra, a versek, verseken novellákon keresztül, a történelem órák, a zenei nevelés során, de az még jobb lenne például, hogyha a testnevelés órán minden lányjal megtanítanák például, hogy hogyan lehet a mellizmokat erősíteni, tehát mellizomgyakorlatokat végeztetni, a hasizomgyakorlatokat hogyan lehet elvégezni helyesen, és a gátizomnak a tornáztatása is hogyan történik, hiszen majd, amikor majd arra kerül a sor, hogy édesanyák lesznek, ha ezek az izmok fejlettek, akkor a szülés során sokkal inkább nagyobb az esélye majd az újszülöttnek, hogy egészségesen születik meg. Sajnos az a tapasztalat, hogy nincsenek tisztában az anyukák a testrészeikkel, nem tudják, hogy mi az, hogy gátizom, amikor ugye mondja a szülészorvos vagy szülésznő, hogy nyomjon a gátizmok felé, nem tudja, miről van szó. Tehát lesz még idő ezt megtanulni, de én azt gondolom, hogy az általános iskolában már ott van a helye ezeknek az ismereteknek, készségeseknek és ugye a testi gyakorlásnak. Hajjaj, hogy mennyire nem alakult ki a kultúrája még ennek Magyarországon, pláne azért is, mert az én korosztályomban is azt vettem észre, hogy nagyon sok szülő még ugye a régi időkből fakadóan, ahol tabu téma volt ez, aztán egyszer csak ugye nagy szabadság szakadt ránk, és beszélhetünk végre szabadon a szexualitás témájáról, hogy nincsenek felkészülve arra, hiszen nem volt kitől megtanulni, hogy hogyan kommunikálják ezt le. Viszont mi abban is megpróbálunk segíteni, hogy hogyan kell ezt kommunikálni, és hány éves korban kell elkezdeni azt, hogy a gyerek, amikor mondjuk már iskolába megy, mert az én tapasztalatom, vagy az én elgondolásom az, hogy már 7 évesen bizonyos dolgokkal tisztában kell legyen, hiszen kikerül egy közösségbe, az óvoda után egy egész másik közösségbe, hogy fel legyen világosítva az a gyerek a dolgokról, hogy tudja, hogy mi várhat rá e tekintetben. Igen, nagyon egyetértek ezzel, hogy még mindig tabu téma, de én azért látok egy kis változást. Ugye a korábbi generációkban, például az én nagymamám nem is beszélt erről a témáról, tilos volt, annak idején még szoknyát sem hordt, vagy nadrágot sem hordtak, hanem ugye egy nő a szoknyába kellett, hogy járjon. És aztán generációról generációra én azt gondolom, hogy ha egy skálát tudnánk betenni a tabura, ugye a tiltottságra vonatkozólag, azért egyre jobb pontszámokat kapunk. Ami nagyon nehéz ebben, hogy ugyanúgy más témáknál, amikor elhatározzuk, hogy mi a saját gyermekünket másképp fogjuk nevelni, mint a szüleink, vagy nagyszüleink, és azt mondjuk, hogy na, én ezen a területen például sokkal több mindent meg fogok adni a szülőnek, a gyermekemnek, ugye ez egy jó cél, ami hiányzik az, hogy hogyan, miképpen, milyen eszközökkel. Én nem mondanék évszámot, életkori évszámot arra vonatkozólag, hogy mikor kezdjük el, hanem azt mondanám, hogy amikor az újszülött megszületik, a szülők hazaviszik, otthon
elkezdik fürdetni például a gyermeket. Ugye ez is már a testi higiéni részén belül ott van a nemi szervek gondozásának az ismerete, készsége, amit a szülőknek gyakorolni kell. Tehát itt kezdődik el az, hogy a szerveket a nevükön használom, itt kezdődik, hogy mondom, hogy mit történik vele, az anya mit csinál, az apa mit csinál, és majd biztos lesz erre vonatkozó kérdés, hogy hol van határa, ugye, amikor már nagyobb a gyerek. Ugye ez egy nagyon biztos alap, hogy az anyukája, apukája mit csinál, mit csinálhat, és mit nem csinál. Ugye a kérdés másik része talán arra vonatkozott, hogy aztán az élet előre haladtával, hogy mikor mit lehet. Minden olyan helyzet, amikor változás van a gyermek életében, az alkalmat és lehetőséget ad arra, hogy az információkat, a régihez viszonyított új információkat átadjuk a gyerekeknek. Tehát amikor bölcsödébe kerül, akkor beszélünk erről, hogy ott a gondozó nő, néni fogja őt tisztába rakni. Vagy óvodába, ugye, ha kimegy a vécére, hogy ott egyedül legyen a vécén, vagy ugye a felügyeletével az óvodapedagógusnak. Tehát ezeket mindig előre össze, én azt javaslom, hogy gyűjtsék össze a szülők, akár az óvónők segít, óvodapedagógusokkal, vagy gondozónőkkel együtt, ugye mikor, milyen intézménybe megy a gyermek, vagy amikor ugye az óvodából átmegy az iskolába, ahol sokkal nagyobb szabadság van olyan tekintetben, hogy az óvodában kevesebb gyerekre ügyel, több pedagógus, és az iskolában ugye nagyobb létszámú csoportok, osztályközösségek vannak, ott sokkal kevésbé tud azért minden egyes gyerekre annyira odafigyelni a pedagógus, és a gyereknek önállónak kell lenni abban, hogy ő vele mit lehet tenni például. Tehát én azt javasolom a szülőknek, hogy a változások, amikor egyik helyszínről másik helyszínre mennek, vagy egyik intézményből a gyermek átmegy a másik helyszínre, hogy ezek mindig kiválóan alkalmat, lehetőséget adnak arra, hogy beszéljenek ezekről a dolgokról, készüljenek fel, mert készülni kell, ezekre gyűjtsék össze, és ezt a gyerekekkel beszéljék meg. Kommunikáció, igen. Beszéljék meg, kérdezzük meg, hogy te mit gondolsz erről. Tehát valamikor a szülőnek kell felhozni egy változás esetén például ezeket a témákat, hogy a toalettben például kisfiam, kislányom egyedül vagy, becsukod magadra az ajtót, mert nagyon sok gyerek jön, megy. Tehát ilyen alapvető dolgokra felkészíteni őt. Így van. De egyébként pedig én azt gondolom, de nem biztos, hogy igazam van, hogyha a gyermek kérdez bármivel kapcsolatban is, akár hogyan születik a baba, hogyan lesz a baba, mondjuk 5-6-7 évesen felteszi ezt a kérdést, akkor is nem lehet azt mondani, hogy ez még nem neked való, hanem válaszolni kell. Tehát ez egy nagyon fontos dolog, de a gyerek szintjén. Ezt jól gondolom, hogy muszáj válaszolni, hogy ne érezze azt a gyerek, hogy hups, erről nem lehet beszélni, mert itt kezdődnek a bajok. Igen, ez teljesen evidens, kellene lenni minden családban, hogyha a gyermektől érkezik valami kezdeményezés, akkor azt nekünk meg kell válaszolni. Tehát az lenne a nagyon jó, hogyha semmivel nem lenne nehezebb ez a helyzet, mintha például azt kérdezi a gyerek, hogy a szemem hogy működik, vagy hogy kell a fülemet tisztán tartani. Tehát, hogy ezek a dolgok ugyanúgy be kellenek épülni a mindennapokba, és ezeket nem lesöpörni, mert ettől válik tabuvá. Ettől válik ugye a gyerek számára egy olyan témává ez, ami egy idő után, hogyha ezekre nem kap választ, vagy netán a szülő mérgesen szól vissza, tehát a gyerek ezt megérzi, és akkor becsomagolódik, elrakja, nem fog nyitni, nem fog kérdezni. Saját gyengeségéből fakadóan reagál, ugye dühösen például, de például ez egy nagyon jó fogás lehet, vagy egy nagyon jó kulcs, hogy azt mondja, hogy erre nem készültem fel erre a kérdésre, gyermekem, de vissza fogunk rátérni, megígérem, jó a kérdés, és fogunk erről beszélni. Már ez egy nagyon jó kulcs, és akkor a szülőnek van egy kis ideje, hogy erre felkészüljön, de mindenképp válaszolni kell. Teljesen egyetértek, mi sem vagyunk, nem úgy születtünk szülőként, hogy mindent tudunk,
minden információ, vagy minden kérdésre meg tudjuk adni a választ. Tehát, hogyha valóban egy ilyen helyzetbe kerülünk, ez tökéletes megoldás. Egyébként szakembereknek, vagy hallgatóknak is szoktam mondani, hogy amikor először mennek családhoz, és akár ilyen téma kerül elő, és nem nagyon tudják az exakt, pontos választ erre, nem leszünk kisebbek, nem leszünk szegényebbek attól, hogyha mondjuk a butaságok nem mondjuk, és helyette azt mondjuk, hogy én ezt megnézem, mert anya se tudja, vagy hát apával ezt nekünk át kell gondolni, és akkor utána meg fogjuk ezt beszélni, mert hogy ez egy nagyon jó kis dolog, amit te behoztál. Nagyon, nagyon jó, hogy te már ennyi idősen gondolsz erre, hogy erről kéne nekünk beszélni, mert anya meg apa el is feledkezett erről, mert olyan régen voltunk már gyerekek. És így már is nem válik tabuvá, és a természetes élet része lesz, aminek a szexualitás a része. Tehát igen. Hol van az a határ, amit nem léphet át senki? Van egy ilyen szabály, hogy bugyi szabály, valamelyik szakember szereti, valamelyik szakember kevésbé szereti, hogy húzzuk fel ezeket a határokat például az iskolánál? Egy-két ilyen kulcsszót, vagy valami kis segítséget, hogyha adnál nekünk ebben? Azt gondolom, hogy ezt minden gyermeknek meg kell tanulnia. Én úgy szoktam mondani, hogy amikor így beszélgetünk, ugye akkor több méteres távolság van közöttünk, és mégis értjük egymást, mert halljuk, halló távolságon belül vagyunk. Ugye, ha valaki közelebb lép hozzám, az a testemhez is közelít, és mondjuk, ha karnyújtásnyira eljut úgy, hogy még a tenyeremét is kinyújtom, akkor az már egy közelebbi távolságnak számít. Ugye, ha így nyújtom ki a karomat, hogy abban már nincs benne a kézfejem, az még közelebbi. Hogyha behajtom a könyökömet, hát ez már nagyon intim távolságnak számít, és hogyha a testemhez hozzáérnek, az egy különleges helyzet. Mert az az enyém. Én döntök arról, hogy ezekben a távolságokban, amit mondtam, kit engedek be. Belefér az anyukám, belefér az apukám. Amikor elmegy a gyermek az óvodába, akkor elmondjuk, hogy belefér az óvónéni, meg belefér a óvodapedagógus és az ott lévő szakemberek, ugyanúgy az iskolában, vagy ugye az orvosi vizsgálatok alkalmával, amikor az iskolaorvos vizsgálja a gyermekeket, vagy a védőnő vizsgálja a gyermekeket. Tehát nagyon fontos, hogy ezeket a határokat a gyerek tudja a saját testével kapcsolatosan, és megtanítsuk arra, hogy ki érhet hozzá. Ugye az, hogy hol érhet hozzá, hát itt jön be az, hogy vannak intim testrészeik, amihez senki, ugye egy bizonyos korosztálynál, ugye egy iskolás korú gyerek már önállóan fürdik, ha a szülők megtanították arra, hogy hogyan kell a testrészeit megmosni, megtörölni, akkor ő ezt fogja tudni, ott már nincs keresnivalója tulajdonképpen, ha a gyermek önállóan tudja ezt csinálni, nincs keresnivalója a felnőttnek, a szülőnek ebben, hiszen megtanulta. Ugye ez nagyon fontos, ha például táborba mennek a gyerekek, tehát nem egy otthoni szituációban vannak, hogy akkor mi történjen, hogy ezekre még jobban oda kell figyelni, és ugye az a szabály, amit itt említett Orsi, hogy a bugyi szabály, ami azt jelenti tulajdonképpen, hogy az ő fehér neműjébe nem lehet benyúlni, ott stop van. Tehát ez nagyon fontos. Így van. Nyilatkoztassa ki, hogy magát. Nem, innentől kezdve így nem. Van. Ez már az én területem, ahova nem lehet. Igen. Ennek az életkornak egy nagyon fontos feladata egyébként a saját maga képviselete. Ennek a megtanulása, hogy ezt kimondja, mit szeretnék, mit nem szeretnék. Mit szeretnék, hogy történjen, mit nem szeretnék, hogy történjen. Igen, jó, hogyha nulla éves kortól már ezt neveljük otthon, vagy ezt sugalljuk otthon, hogy ez így történjen, de sosem késő ezt elkezdeni, pláne pontosan. Ugye ebben a korosztályban, amikor a gyerek már olyan független lesz, hogy többet van az iskolában, meg többet van másút, mint otthon. Mi van abban a helyzetben, amikor sajnos Magyarországon elég gyakori az, hogy elválnak a szülők, és aztán egyszer csak ilyen pecsőr családok kerülnek össze, ahol mondjuk egy idegen
nem idegen, de szinte idegen férfi vagy nő kerül a családba, lehet, hogy idegen gyerekek is kerülnek a családba. Ugye itt is fontos a szabályok felállítása a két szülő között, aztán a gyerekekkel megbeszélve. Igen. Munkám során foglalkozok elvált szülőkkel, és ugye próbáljuk velük megtanulni azt az új életet, ami a gyermek számára teljesen új, és megértetni azt az elvált szülőkkel, hogyha nekik lesz egy új párjuk, akikbe ugye szerelmesek, és szerelmi alapon működik ez a kapcsolat, az még a gyereknek nem jelent érzelmi kötődést, hiszen az egy idegen néni, idegen bácsi a gyermek számára. Tehát ez egy hosszú folyamat, amíg a gyerek együtt élve úgy érzi majd, hogy az az ő családja, hiszen az elvált szülők esetén, hogyha lesz egy új család, ugye az lenne a fontos, hogy a gyermek ebben mindkét családban jól érezze magát. De ugye a régi családban voltak bizonyos szabályok, amiket be kellett tartani, hogy az ő megszületésétől kezdve a szülők megtanították arra, hogyan viselkedünk, mesztelenül járunk-e otthon, vagy nem, fürdőszobába be lehet nyitni, vagy nem lehet benyitni. Ugye ezeket a kérdéseket az új családra vonatkozólag mindig meg kell beszélni és egyeztetni. Gondoljunk csak bele egy olyan helyzetbe, amikor nem tudom, hogy a gyermek eredeti családjában ugye mindenki föl van mindig öltözve, és otthon nem divat levetkőzni, még csak úgy se, hogy a felső ruhaneműt vesszük le, mert vannak ilyen családok, akik azt mondják, hogy igen, az otthonunk, otthon vagyunk, de az nem jelenti azt, hogy mesztelenkedjünk, és hirtelen a gyermek átmegy ugye mondjuk a külön élő szülőhöz, ott egy idegen, mondjuk a apuka, egy idegen nő hölgyel együtt él, és egyszer csak ott terem két mesztelen ember a gyerek előtt, hogy az nagyon rémisztő lehet a számára, vagy ilyen pontok szoktak, konfliktus pontok szoktak lenni, az együtt fürdés például a szülővel. Ez meddig egészséges? Hát én azt gondolom, hogy a zuhanyzás az egy más kategória, mint az ülőfürdő. Uh-huh. Ülőfürdőt én nem javasolnék, nem hogy higiénikus együtt, így van. Zuhanyozásnál ez is nagyon családonként változik. Én azt javaslom, hogy kérdezzük meg a gyermeket. A gyermek fogja megszabni a határt, igaz? A gyermek, hogy ő neki ez jó, ő szeretné ezt, vagy nem szeretné. Ugye itt abban is különbség van, hogy az anyukája, egy kislány mondjuk az anyukájával együtt fürdik, vagy egy kislány az apukájával. Uh-huh. És ugye amikor a serdülés időszaka jön, a nemi érés időszakában, amikor ő neki is ugye új információ, új minden a teste, akkor nem biztos, hogy ott maga körül szeretne mást is látni. Ami eddig jó volt, megszokott volt, ugye azt esetleg ő másképp kezdi látni, és hogy akár szülőként segítsünk abba, kérdezzünk rá, hogy ő mit szeretne. Egyre inkább én ezt javaslom, ahogy haladunk előre az iskoláskorral, hogy egyre több mindenről kérdezzük meg a véleményét. Ez azért is nagyon fontos, hogy tudja a szavakat használni például. Tudjon mondatokat mondani a testéről, a változásokról, érzéseiről. Nagyon nagy problémának látom, hogy ugye tabu téma révén nagyon sokszor a szülők sem tudják használni a nemiségünkkel kapcsolatos szavakat, és ez a gyerekeknél is meglátszik. És itt tudunk egy generációs váltást tenni, hogyha a gyermekeket megkérdezzük, ugye megtanítjuk először, megkérdezzük a véleményét, hogy ő hogy gondolja, mit szeretnél. Ezek nagyon jó kis kérdések a szülők részéről, tehát elismétlem, hogy mit szeretnél, hogyan szeretnéd, hogy szeretnéd, hogy a jövőben ez történjen. Tehát ha ezt a három mondatot így a szülők megjegyzik, és oda tálalják a gyermeknek, lehet, hogy a gyermek először nem fog tudni rá válaszolni, mert nincsenek szavak rá, de elindítunk egy gondolkodási folyamatot arra vonatkozólag, hogy fontos az, hogy ő mit gondol, és egyáltalán neki is ebben szerepe van, hogy vele mi legyen. Nem erre összpontosítottunk a beszélgetés során, de ugye egyre többet hallani a szexuális zaklatásról sajnos. Ugye ezért inkább azt erősítettük, hogy a bugyi szabály meg hogyan lehet felkészíteni erre a gyermeket. De ha ilyen előfordul, még így az utolsó percekben beszéljünk arról, hogy
hogy milyen jeleket látunk egy gyereken, hogyha valakinél esetleg átlépték a határt, mire érdemes nagyon odafigyelni a gyerek viselkedésében? Az nagyon fontos, hogy a gyermek addigi viselkedése általában megváltozik. Tehát most nem mondok olyan testi tüneteket, hogy nem tudom, vérzés keletkezik, vagy nyilván a karmolás nyomok, vagy bármi fizikális bántalmazás nyoma látszik a testén, az árulkodik magáról. Nyilván ez egy olyan jel, amit nem szabad szó nélkül hagyni, és szeretném is majd befejezésként, ha még van időnk mondani, hogy mit lehet tenni. Tehát, hogy megváltozik hirtelen a magatartás. Az addig csicsergő, nyitott gyerek zárkózottá válik, vagy a zárkózott gyerek elkezd hozzánk közeledni, nagyon sokszor átmegy agresszióba, nyílt agresszióba, társak irányába, szülő irányába, vagy nyíltam, hogy ne zaklass, hagyjál már békén az addig jó kapcsolatban lévő szülőnek, és értetlenül állunk ott adott helyzet előtt. Ami nagyon fontos az, hogy nem szabad ezeket szó nélkül hanem is hinni kell a gyereknek, hogyha ezt mondja. Nem lehet azt mondani, hogy hát mégse, vagy hibáztatni nem lehet. Hibáztatni sem, meg azt mondani egyáltalán. Pontosan, tehát mindig azt szoktam mondani, amit kimondunk, vagy érzünk, azzal ne vitatkozzunk. Azt komolyan kell venni, és utána kell menni, és nagyon, nagyon jó gyermekvédelmi törvényünk van ilyen szempontból, hogy mindenkinek, úgy szoktam mondani, hogy aki él és mozog, nem kell szakembernek lennie, ugye a szakembernek kötelezettségük jelezni ezeket az eseteket, gyermekjóléti szolgálat, család és gyermekjóléti szolgálatok, központok felé, mindegy hova megy be ez az írásos, van egy formanyomtatványa, és még azt is mondtam, hogy bántalmazás esetén még csak azt sem kell beírni, hogy tehát a személyünket nem kell beírni. Tehát anonim jelleggel is lehet jelentést tenni. Nem lehet, bántalmazás esetén, hogyha a szülő vagy a szakember ezt nem is tudja, aki jelez, de maga az intézmény, aki fogadja ezt a jelzést, neki zártan kell kezelni. Tehát, hogy nem lehet ebből ilyen jellegű problémája senkinek, hogy most ő neki kellemetlensége van ebből, de én azt gondolom, hogy ezt nem is kellemetlenségnek szabad felfogni, hanem az lenne a jó, hogyha ezt teljesen természetesnek venni. Mindenki, hogyha bajban van egy gyermek, akkor ő így fog tudni segíteni. Segíteni kell. Muszáj jelenteni. Tehát ez egy nagyon-nagyon fontos. Így nagyon van. Fontosak. Így kedves Zsuzsa, olyan sokat tudnék beszélgetni, sajnos a műsoridőnk az lejárt. Nagyon szépen köszönöm, hogy beszélgettél velem erről a nagyon fontos témáról. Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget, mert tényleg nagyon sok... vagy nagyon kevés hely, ahol beszélünk, és hát nagyon sok minden még nyitva maradt, konkrétumok, amikre lehetne a szülőknek figyelni, vagy például egy nőgyógyászhoz mikor. Hát remélem, hogy találkozunk még, és folytathatjuk majd ezt a témát egyéb vonalon is tovább. Nagyon szépen köszönöm, és mind az általános iskolás gyerekeknek, mind a szülőknek pedig nagyon sikeres és örömteli éveket kívánok, ez nagy kihívás, de nagy öröm is, hogyha sikerül ezt jól megoldani, ezt a helyzetet. Kedves tévénézők, köszönöm szépen, hogy velünk voltak. Ismételten azok a tanulságok a mai adásból, hogy kommunikálni kell, és segítséget kell kérni, hogyha arról van szó, és ne legyen tabu téma a szexualitás, ez az életünk része. Az elhangzott adásokat a Győr Plusz Média honlapján is megtekintetik, SoundCloud csatornánkon és a YouTube-on is fönt lesznek, úgyhogy ha érdeklik az elhangzott adások, valamint ezt esetleg újra szeretnél nézni, akkor azok ott mind megtalálhatók az online felületeken. Köszönöm szépen a figyelmet.